Üdv mindenkinek, Scuderia vagyok, és ismét a Banner Lord-tal jelentkezem. Folytattuk Jorak történetét. Elvileg megcsináltuk az eladásokat. Most éppen rendben raktam a partit, itt vagyunk Ocsalba egyébként. Rendben raktam a partit, mert a Hideout-os támadás után összekavarodtak itt a hősök, de nem tudom, ez volt a sorrend, mert ezt megnézem, de valahogy így érkeztek, azt hiszem. Nushi, Ayam, nem, Ayam? Kush, és a nem, Kush utána jött. Nushi, Ayam, Ayam volt a második, igen. Kush volt talán a harmadik. Aztán jött Cherald, és utána jött Halujin. Ja, így jöttek talán a népek. Oké. Okay. Szegény, a recruit nem bír fölfejlődni, nem tudok neki adni ezért tapasztalati pontot szegénynek. Highwaymeneket nem adjuk el. Jó, de egyelőre mindent eladtam, ami olyan volt. Eladjuk a prisonereket, nem mindegyiket, ez biztosan, brigantikat is, meg a looterseket, azokat mind. A highwaymeneket megtartjuk, azokból lehet, hogy még lesz valami, viszont ez nem hoz jól, 127, egyre rosszabbul hoz igazából, mi rá kell néznem, el kell mennünk oda, és csak az a térképnek a másik végén van szerencsére megint. Jó, itt nincs semmi különös, akkor megyünk tovább is Robertbe, csak közben nézegetünk azért itt településeket, hogy mi a helyzet. Hát ha valami küldi van, ó, itt van bőven. Ez nem tudom mi ez, Extortion by Deserters. Ah, desertőröket kell elkapni. Az megy nekünk, mert ez lehet, hogy charmos például. Ezzel lehet, hogy nem lesz gond. Alright. Oké. Okay. Ezt is megnézzük. Megnézzük ezt a küldetést, ez a desertőröknek az elfogása. Szerintem ez teljesen korrekt kis valami lesz. Ez már Rovalthoz tartozik? Ez a Rovalthoz tartozik Alantas meg Halisvust. Az a baj, hogy fogalmam sincs, hogy ott mit termelhetnek. Az biztos, hogy itt Iron Ore van. És a másik mit akar? Az meg ilyen hülyeségeket. Oké. Okay. És mi hova kell mennünk? Oké. Okay. Orritán. Dabard of Orritán. Most kell... Nem tudom, valahol desertőrök vannak, de és nem tudom, hogy itt kell kóbászolnunk, aztán nézegetnünk, vagy valamerre másfele kell a desertőröket előkotornunk. Ez meg a lányát keresi, ezzel is beszélünk. Ezek jó küldik, ezeket le kell nyomni. Megcsinálom neked, megszerzem. Ormfard. Dr. Orbe Ford. Mennyien vannak itt? De ott vagyok most Ornfardban, nem? Ja. Bizony, bizony. Ezt is meg kell néznünk, hogy mit ír. Oho. Iguta the Hunters. És ő meg fog jelenni az izébe is a következő ilyen Wanderersek között, tehát így a hősök között megjelenik majd ez a csaj. Hoppa, itt Desertor Party, azt kell majd elkapnom. Ugye is nézzük. Azt mondja, hogy Moraivenbe kell majd mennem. Jó, viszont ezeket el kell kapnunk, a desertőröket. Jó lenne, ha nem erdőbe harcolnánk, de ez erdő lesz szerintem. Erdőbe harcolunk, hát 26. Nem tudom, a desertőrök mennyire kemények, majd meglátjuk. Horse Archers! Mountain Archers! Move! Move! Horse Archers! Horse Charge! Archers. Warriors! Charge. Shield Wall! Archers! Shield wall. Move! Archers. Archers, move! Forward! De hátrébb hozzuk.
Lehet, itt lesznek veszteségeink. Húha! Eléggé mészárolnak minket, nem? Vagy nem tudom. Nem, ott lenn vannak ezébe. Annyira nem. Nem találom-e ezt a jó képességet. Na, sikerült, jó. Ott menekülnek, jó. Megy a fürci. Jó, ez meg volt. Ez is megvan, van még? Everyone charge! Attack! Elő kell kerítenünk az összeset. Nem tudom mennyi horse archers maradt. Lehet, hogy vannak veszteségeink. Horse archers! Horse archers! Nagy veszteségek nincsenek. Charge! Elmenekült. Nem menekült el senki. Nem halt meg senki. Jó, oké. Gyarraf lépett Pólánba, meg izébe is. Szuper. Remélem sok lootunk is lesz belőle. Pénzt nem kaptunk, de viszont vannak jó kis egységek, oda néz. Egy Vandian, mi ez? Sharpshooters. Hanyas vagy te, barátom? Tier 5-ös, ezt mondjuk csak eladni tudom. Landian Cavalry, az Tier 4-es, az még beáll. Jó. Mindenki jöhet. Ah, Galant. Galant az mit csinál? Abból izé lesz, Banner Knight lesz, az jöhet. Ezeket elhozzuk. Elhozzuk. Van egy recruit is, hát mondjuk a recruit az annyira. Mondjuk, ja, jó, mindegy. Üssekavics. Ó, itt van egy 1600-as sword. Wow. Loot egyelőre. Ez az enyém. Wow. Mik vannak? Itt van Lusi kardja. 72-es kát. Ez 76-os kát. Kicsit így gyorsabb. A pierce is jobb. 113-as, kicsit rövidebb. Jó kis kard. Félre rakjuk egyelőre. Ilyen izének. Tarcsinak. Oké, mindegy, Dán, most nem nézegetjük a cuccokat, megyünk tovább. Elvileg a küldi megvan, Jurep Settlebank, menjünk vissza oda. És még Marevienbe kell lovagolnunk. Itt van a csaj. Elvileg, nem? Ha jól emlékszem. Meg kell keresnünk. És akkor két küldetést is letudunk. De jó sötét van. Ott van Kush, Hologen. Nushi. Iguana, te ott van arrafele. Én nem a kardomat hoztam el, hogy beszélgessek vele. Itt a csóka is. Oké. Na, beszéljünk. Azt mondja, hogy van egy 84-esünk, ezt be tudjuk. Nem sikerült, de durva. Az megkritikál success. Ó, mákod volt. Mákod volt, barátom, nem halsz meg. És okos volt a hölgy.
Okos volt a hölgy. Nusi ott volt mögötte, hogy úgy lecsapta volna a taxi órát. Hogyha úgy alakul, megvan a küldés, pénzt is kaptunk dögivel, megint több pénzünk van, mint amennyi indokolt. Jó. Kajánk is 30 napra elegendő. Jó, visszalovagolunk akkor. Hát, ide is megyünk, de szerintem inkább izébe megyünk majd. Nem ide kell menni, nem? Vagy ide kell menni? Kivel beszéltem én itt? A dezertesekkel, ja, ezekkel beszélnem. Thanks. Yeah. Hát köszönöm, élmény volt. Élmény volt önnel üzletelni. Jó. Hát itt rendben vannak a dolgok, mehetünk közébe Rovaldba direktbe. Még ide Haldvisztba benézünk, illetve ebbe is benézünk, ebbe a faluba is, hát ha még van új küldi. Nincs. Ide is benézünk, hát ha ott van a nagy küldink. Ó, van valami. Ezt nem, nem. És itt vagyunk Rovaldba, ahol Rovaldban Rovaldnak van Alantas és Haliswust. Haliswustba Grind van, és abban az Alantasban meg Iron Ore. Igen. Ja. Nincsen izéjük. Szerintem sétáljunk egyet. Sétáljunk egyet, vegyük meg itt is azért a Smithit, ha van. Ha van ilyen opció. Milyen jó kis egyen turbink van. Ott nincs ló. Nem, nem látok. Jó kis vár ez a Rovalt vára. Zuty, a Schaller. Kuka meg a fején volt az őrnek, láttátok, mi csak szögletes volt. Na, azt mondja, ott van egy Smithy. Mondjuk a Smithy az... Mivel van Smithy, azért nem biztos, hogy tudok Smithyt csinálni, vagy hát nem tudom, hogy működik ez a dolog. Hát, ha ez nem működik, akkor viszont izébe kell elmennünk Pravenbe. És kell csinálnunk ott egy sörfőzdét. Hoppá! Ez mi? Ez a poteri. Ebből nem tudok kimenni, nem? Arra fele vagy tudok? Lehet, hogy erre fel nem lehet kimenni. Mi van? Ez Smithy? Na mindegy, beszélek egy shop worker, tök mindegy melyikkel vagyok. Igen, szeretnék venni egyet, igen. És egy Smithyt. Wall, Linen, Tanneri, Pottery, Beverly. Nem lehet, bakker. Wall, Wood, Linen, Vine, Tanneri, Velvet, Wall. Ajjajjaj. One second. Let me try again. Nem? Mi? Itt a Smithy, igen, de nem lehet megvenni? Itt már van egy Smithy, a francba. Akkor itt nem tudom ezt megvenni, de hogyan tudnám megvenni tőlük? Ez is shop worker, ki a tulajdonos? Jó, a tulajdonossal beszélni, és akkor megvenni tőle a cuccot. Hát itt olyan nincsen, hogy tulajdonos, ezek mind ilyen shop workerek csak. Nem tudom megvenni sajnos. Hát akkor ez nem nyert. Akkor viszont nem nyert. Akkor mennünk kell Pravenbe. És ott kell valamit csinálnunk. Nem tudom van-e. Ezt most meg kell néznem a kis doksim között. Illetve a kis Excelemet meg kell nyitnom. Amiben benne van az ilyesmi ebbe a Banner Lordosba. Hogy hol lehet még ilyen or Iron Oros cucc? Azt nézem, hol van még ilyen. Rovalt? Az kész. Nincs több.
Hollandiai város, ahol izével tudok foglalkozni fémmel. Hát... akkor nincs más teendő, a Prevend. Prevendbe megpróbálunk. Megpróbáljuk a lehetetlent, megyünk oda aztán. Jó, akkor ebbe kivesszük az izét, ezt így. Nincs küldi. Itt van Osztikán. Osztikánban mi a helyzet? Bezártam az Excel-t, nem zártam be. Mivel foglalkoznak Osztikánban? Gelend, Osztikán. Fish, olive és izé van még, gyümölcs. Nem akarok ilyen borászatot. Itt most csak a izék miatt megyünk végig. A küldik miatt. Ennek nincs. Sincs. 386. Viszi a pénzt, mint a pinty a dolog. Az egy Hideout 84-es. Benézünk az Osztikámba is, hát ha van torna, van, igen, akkor azt nyomunk egyet, de egyet trédelünk előtt, eladjuk a vackainkat, biztos akad. Jó, ezt így eladjuk. Azt mondja, Cracked Longbow. Ez 86-os speed, 83 akkuráci. Még jobb. Jó, megtartjuk ezeket, ezek nem képviselnek nagy súlyt. 2-15, 2-10. Tier 1-es. Ott egy kis pajzs is jól jöhet, nem kerül sokba. Nézzük ezeket a turbinokat. Van itt egy 3-as turbin. Ja, de ezt izének raktam el, igen. 19-es, 4-es, 25-ös, ezt megtartjuk, ezt eladjuk. Ezt a furcsa izét is eladjuk. Ez mondjuk ilyen női sapka, 5-ös szintű egyébként. Usinak. 20-os sapka. Nagyon hülyén néz ki. Mondjuk, ja. Hát hülyen néz ki tény, de hát mindegy. A négyes izét is ráaggatjuk. A 20-as sapkához illik is. Azt itt van egy 6-os, ez meg 7-es. Ez nagyon menő néz ki. 11-2-2. Ezt nem lehet fölvenni hozzá. 12-2-2. Tizatos csizmi. Az itt is mehet. Jó, egész jó, kikupálódott már ilyen izébe is. Ebbe a külhoni nézetbe. Nekem nincsen válvédőm. De lehetne egyébként, ezt fölvehetném így. De nem vehetném fel. Az a turbán ez bevált. Oké. Következő. Neki is adhatunk turbit. Ez 3-as egyébként. Ez illik is hozzá. És adhatunk neki. Ez 13-as, ezt máshol rakjuk fel, ide ilyen gagyib kell. Erről egy 6-os, ez teljesen jó lesz neki. Csizmád az milyen, barátom? 11-es csizmád van, 16-os, még egy 16-os csizmaid van. Jó, a 11-es csizmát azt már lehet használni ilyen célra, mert az jó. De a 13-os izé viszont jó lesz valakinek majd még, azt már látom. Ennek is adunk egy 4-es fejfedőt. Egy. Ezt a 8-as karvért, tehát ezt rátehetjük végül is. Legyen csak ilyenje neki. Jó. Oké, tovább egyel. Ő meg Cserald. Cseraldnak van egy 7-1-es ilyen ruhája. 5-3, 12-ket teszem, tudod fölvenni? Nem nagyon. 5-3. Mondjuk ez kulturáltabb egy hangyányit. Egy hangyányit kulturáltabb egyébként ez a ruha. Hát, hogy ezt kéne nyomatnunk inkább. Itt is van egy 16-os csizma.
Jó, szerintem ezt eladjuk. Ebből van egy csomó. Ez a csizma, ez 11-es, 15-ös csizma. Na nézzünk 15-ös csizmát. 11-es csizma, 15-ös. Oké. 12-es. Főnöknek 12-ese van, csak felveszem ezt a jó csizmát így. 5-öst azt mindenképp eladjuk, az nem kell a kutyának se. 11-es az van, 3-as nem kell. 4-es nem kell. 4-es nem kell. 11-esből megtartunk párat, meg a 12-esből. 11-ből nem tartunk meg egyet se, úgy döntöttem, igen, ezt megtartjuk. A 7-1-et. Hát én nem tudom, szerintem eladom, ez nem kell, ez marad. 5-3 marad, 12-2 esetleg marad. 11-2 egyiket se lehet fölvenni. Ez se lehet. Meg a 10. Hát ez... egyenruhás lenne, mert ez a ruha, ez 5-2-1, ez meg 5-3-3. Ja, jó, eladjuk most már ezt így. Egyenruhába megyünk, ahogy látom. Kivétel, Nusi Merőnek egy jófajta ilyen kockása van. 6-1-1. 6-1-1. Eladó sorba került. Ez is. Ez is. És ez is. Oké. Okay. Ezt megtartjuk. A 12-2-2, 11-2-2-t. Jó, szerintem ebből ezt eladjuk, ez megmarad. Ezt a karvértet majd megcsekkoljuk. Ez a csizma, ez elég érdekes. 12-es csizma is eléggé drága. Egyébként meglepően drága. Na, akkor most nézzük meg a rendes ruhákat. Van egyszer egy 10-es, ez meg 13-as. De megyünk Rusihoz. 13-as. 13-as, hát akkor egyértelmű, hogy Ajam kapja ezt. Igen. És akkor itt van egy 10-es, oda jön az ugyanúgy 10-es. Ez 9-es. Ide jön a 10-es. Cserald és Hologin kapja a 9-es. Most már egész jól kezdenek kinézni, oké. Okay. Ezt meg megtartjuk a következőnek, ezt a etest. Nagyszerű. Oké, okay, körbeértünk gyakorlatilag. Gyakorlatilag körbeértünk. Három darab cotton van itt nálunk, ami egy, nem tudom, hogy esett le, de ránézek csak úgy poénból, hogy milyen áron mennek ezek, de ezek drága dolgok szerintem. 122, úgyhogy a 141 az teljesen jó ár, azért is adjuk mind a hármat. Nekem nem kell. Oké, okay. A fur sem nagyon kell, mert azt se esszük meg, mert ugye az is szöve. Vagy hát ilyen, mi a franc, prém bunda. Az is jó. Na, 1600-et még összekaszáltunk egyébként, ez nagyon jó kis üzlet volt. 3 méteres ez a cucc. 3 méteres, csak nem lehet vele hadonászni, ez a baj. Ugye? Nem nagyon lehet vele hadonászni, sajnos. Igen, Jorah szeret hadonászni vele, de ezzel sajnos nem lehet. Ez egyértelmű kétkezes. Egy kéz, két kéz. Érdekes, mert az enyémnél se írja azt a paraméter. Ezt csak úgy poénból vegyük, mert kíváncsi vagyok itt is. De nem írja, látjátok, nem írja. 3 méter. 3 méteres majdnem, de durva. De nem buktam, nem, oké. Okay. Jó. Aserai Horse 2000-ért. Done. Menjünk egyet. Arénázzunk. Ja, még azért nézzük meg, hogy nincs prisonerünk. De van. És el is kéne adnunk egy csomót. Most ez a vlandiai... nem tudom mi ez. Ez nem rossz. Ő egy íjász. Őt megtartjuk, fölfejlesztjük. A vlandiai kavarit mindenképp megtartjuk szerintem. Mert ő belőle lesz a Vlandian Vanguard, ami szerintem teljesen elkél a csapatba, ő is megmarad. A vlandiai crossbowment is megtartjuk. A galantokat is, hát igazából csak a recruitot akarom
Eladni gondolom, el akarom adni, nem? Mit csináljak vele? Besorozzuk őt is. Besorozhatjuk végül is. Vlandiai garantot, ezt mindenképp fölvesszük, igen. Hát így nézve nem adunk el senkit. Ezeket visszük magunkkal, mert be akarom őket szervezni. Ha csak nincs köztük ötös. Tír 4, 5, itt van ötös, őt nem tudjuk beszervezni, őt el kell adjunk. 4-es, 3-as, 3-as, így jó, done. Oké, most korrekt. És akkor mehetünk arénázni egyet. Yes, nézzük meg, mit lehet nyerni. Milyen meglepő. Egy sisak. Mostanában sisakokkal lehet kaszálni. Meg se néztem, hogy milyen a helyzet. Egy Halogyin, Lushi, majdnem csak a saját csapattársaimmal vagyok. Itt van Denek. Egy lovas, aki nem túl izmos. Ezt lebökködtük, ez nem csinál már semmi gonoszságot. Ott van még valami harc. Nincs jó. Szerintem annak fight, így van. Ezt is lebökködtem, elég sok killem volt. Oké. Mehetünk tovább. Azt mondja, hogy Halogyinnel harcolok. Ő a társam. Kösz, Halogyin. Menő. Elég jól lehoztuk Halogyinnel ezt a... Így van, ugye milyen jó sisakot adtam. Na. Megvan. Megint Halogyinnel vagyok. Sherald lesz az ellenfelünk, meg egy crossbowman. Halogyin, ne fuss olyan gyorsan, nem bírlak utolérni. Ennek annyi. Egy Sheraldot lecsapkodtuk, szegény. Így van, a pajzsod is jó. Na. Azt mondja, hogy emeljük a tétet. Na, még az utolsó kérdés van otcom már. Ó, kamposbot, bármi lehet. Szegény puha testű volt. Én azért egyet kibírtam, hiszen ugye 3-4 ütéses lettnék. Így tisztán. Na, 7-20 meg egy sapka. Nem olyan rossz ez. Reméljük meg is lesz a sapka, nem tűnik el, mint a múltkor. Aztán el is trédeljük, vagy nem tudom, mit csinálunk vele. 25-ös ez. Ez meg 24-es. De most már ezének is jobb sapkája van. Mindenkinek jobb, mint a 24-es, nem? Természetesen. Jövőnek is 26-os. Ja, akkor ezt a sapkát, ezt eladjuk, ezt a 895-ös 24-est. Így van. Puty. Done. Oké. Okay. Nincs küldetés Osztikánba. Ez mi ez? Randy Footman. Randy Rackwit. Crossbowman. Oda néz, itt lehet venni crossbowment 50-ért. Ő már egy crossbowman. Ez mindenképp jó biznisz, meg a Footman ő se első szintű, hanem már egy fejlesztett változat. Van neki pajzsa. Jó, őt meg őt fölvesszük, ezeket megéri alkalmazni. Jó, akkor mehetünk istán. Egy kicsit looterkedünk itt, emberkedünk a looterekkel. Azt mondja, hogy
Add meg magad, Briganti. Lehet, hogy ő rájuk megy most a csapatunk. Úgy fogjuk csinálni, hogy... Warriors! Footman! Charge! Charge! Horse archers, hold fire! Hold arrows! Archers, hold fire! Hold fire! Oké, ezt nekik adjuk. Nekik adjuk ezt a küzdelmet. Illetve én is elmegyek, segítek nekik. Nushi! Hold fire! Hold arrows! Ők se lövöldözzenek. Megkeressük őket, ott vannak. Lehet, hogy a falusiak elintézik őket egyébként. Ennyi? Lemészároltuk őket? Jó. Nincs túlélő. Nagyon nem is tudom, hogy fejlődtünk el. Ja, egy recruit fejlődött, az jó. Kuzait. Infantryból lett egy kuzai Darkan. Jól néz ki. Tosz honnan szedtem egyébként, de oké. Nem is tudom, mit csináljunk ezzel a Imperial Recruit-tal, de... Jó, jöjjön belőle az a gyalogsági. Khansguard. Na, ez a teteje, azt hiszem. A Khansguard, nem? Tier 6-os. Az igen. Várjál csak, itt egy... Ő tier 5-ös, tier 6-os. Ebből csak egy lesz, mert Nablessant azt nem tudtam sokat fölvenni, de majd megyünk Kuzait földre és föl fogok venni ilyeneket. Highwayman. Highwayman ő 3-as, ezek meg 4-esek, igen, tehát ő nem Horse Archer. Oké. Okay. Jó, van egy Vlandiai recruitunk. Ez mi, ez mit csinál? Tier 3-as. Ja, ő is idejön. 3-as, 4-es. Highwayman, meg ez is izé 3-as. Ja. Ja, akkor van 2 darab ilyen emberkém, aki izével operál. Te mi vagy? Gyalogos. Kuzai Darkan, az mehet ide előre. És egy jóféle cucc ő is, nem tudom hány szintű. 5-ös, 5-ös, 4-es, 3-as, 2-es. 5-ös, 5-ös, 4-es, oké. Okay. Ezekből még kell, mert ezek nem, nincsen sok egyébként. Ez mi ez? Itt egy 2-es crossbowman, azt ide az aljába betesszük, oké. Okay. Ez meg az izének az aljába megy ide. Footman, ő, hát az vlandiai recruit, hát ő is izé lesz. Gyalogos lesz. Szerintem ide fog sorolódni, vagy hát nem is tudom. Egyelőre ide rakjuk. Majd kiderül, mi lesz belőle. Ezeket meg figyelni kell, hogy mikor jönnek föl hozzánk. 56 fős a csapat. Luther nem kell. Dan. Vackok jöhetnek. Dan. Küldetés esetleg valami. Na, itt 2 is van. Ezt megnézzük. A banditákat. A banditákat szeretjük. I am Jorah. Mondd, mi a problémád, barátom. Megoldjuk. Megoldjuk. Megoldjuk neked ezt a problémát. Ott van az úszósapkás Nushi is, lejött velem egyet beszélni. Ez meg nem játszik. Ott a hideout. Hát most egy kicsit visszafele szólít minket a business. Hol az a hideout? Hát nem látom, hol van. Itt van. Jó, várunk éjszakáig, és megpróbálunk betörni oda. Mennyire van nem este? Még nincsen. Akkor lehet, hogy Karnaszba még elugrunk. Vagy akkor már ránk sötétedik, nem tudom. Megjárjuk még addig. 407 most már a pénz. Nincs küldetés, sajnos. Gyerünk, gyerünk gyorsan. Hol van a hideout? Nem találom. Ott van. Legyen reggel, kérlek. Hadd támadjak. Oké, okay, pirkad.
Hát ide berakja az aljára, tehát akkor ide valami izéket viszünk. Hát itt kéne tárolnom a katonákat. Jó, mindegy, viszek a légióst. Elviszük a Darkant is. Ő neki van pajzsa? Van, ja. Elviszük a Darkant. Elviszünk egy ilyen veteránt, egy ilyet. Meg ebből még egyetni. Oké. Okay. És akkor viszünk még ilyászt. Milyen tudjunk? Elviszik a Boar Champion. Ezt a Plat Guardot, vagy mi ezt. Meg, hát... viszünk két Surgeon-t. Egy. Done. Mehet a buli. Mehet a buli. Oké. Okay. Shield wall. Így, így. Army. Army, follow me. Oké, okay, itt van itt tab. Segít rajtunk, nem nagyon. Várja, ott vannak itt emberek. Nagyon segít rajtam, hogy itt hagytak a nyakamon egy kicsit, egyébként. Hoppa. Meghalódott. Megyünk közelebb, oké. Okay. Itt van egy barlangni. Na, becsapódás nem észleheti. Már jön. Igen, találom el. Na, talán most. Látok a pöttyeitektől, menjetek innen. Mi a francia, nem találom el egyébként. Ott is van egy. Nem is láttam. Ez meghalt. Mondjuk nem baj, hogyha én fejlődök. Én ennek örülök is valamennyire. Arra fel elmenjünk, srácok, hogy menjünk be a barlangba, menjünk be a barlangba. Hát, ha lesz valami, egyébként segíthetnétek egy kicsit, nem tudom, az íjászok, azok nem csinálnak semmit kb. Még itt nincs semmi. Ja. Mehetünk ki. Akkor mennünk kell a parton, úgy néz ki. Ja, jól néz ki, nem is voltam még ilyen hideoutba. Spirkad egy kicsit, úgyhogy végre nem éjszakába nyúlóan kell ügyködnünk. Ott van egy vár fönt, de durva, lehet föl kell mennünk oda. Ott vannak? Nincsenek. Jön mindenki, jön. Oké. Okay. A következő paciensünk.
dobálózik ez a kis gonosz. Meghalt. Ne dobálózz, add vissza az íjaimat. Vissza tudod adni? El tudom venni tőle azt a cuccot? Ah, nem, mindegy. Megyünk erre fel, nem tudom itt mi a... Ah, oh, itt is van egy lyuk, ide be kell menni biztos. És már nincs olyan sok harcosuk szerintem. Benézzünk erre, gyertek. Ebbe az üregbe van-e valaki? Körbe is értünk. Arrafelé még lehet menni, gyertek, megyünk erre. Kell még lenni itt egy-két egyednek. Őket még egyelőre. Menjetek előlem. Na. Még sötétek ezek a kazamaták, barlangok. De jó ég. Hatalmas ez a hely. Nincs senki. Jó, az meghalt. Everyone, charge! Mutassátok az utat, mert fogalma nincs, hogy hol lehetnek. Ők legalább tudják. Itt nem működik a zalt se egyébként. Ja, nem csak az, hogy miket lehet használni. Fel. Army, follow me! Charge! Jó, akkor most már marad a charge. Ennyi? Oké, mehetünk tovább. Van még valahol ellenfél, még egy darab lehet így a csík alapján egyébként. Kicsit lerövidítek, talán nem lesz bajom. De lett bajom. Vagy nem tudom, hogy lett-e bajom. Lehet, hogy nem. Lehet, hogy ennyire le voltam harcolva egyébként. Valahol elhagytunk még egy ellenfelet, lehet. Ott van. Kapott egy tarkós. Jó, azt is legyakták. Elvileg most jön a izé akkora. A nagy harc. Imperial légionárius. Ó, az igen. Nem fog kiállni ellened, azt már most felejtsd el, barátom. Ide hábbá hátrálok és... Army, charge! Nem tudok elékenyerodni. Szerintem nem halt meg senki. Viszont biztos, hogy léptem íjászatból, mert sokat íjászkodtam. Kettőt, meg futásból is. Hideoutok jó futásra is. Ez jó, jó hír. Sokan voltak, remélem sok pénzt kapunk. 200 gold, az jó. Visszük a Sea Raidert is, ezt is, ezeket visszük mind. Ahogy done. Meg ezeket is visszük. Itt vannak jó dolgok. Van egy egykezes Baltazár. Egy 701-esen kimenős cucc. Ez meg ilyen női holmi. Valamelyikre ráhúzzuk majd. Oké, kipucoltuk szerintem, ez így rendben van. Meg is kaptuk a... Ajzét, a... méltó jutalmunkat érte. Oké, ellovagolunk akkor most Pavend irányába, errefele.
Ja, hogy az ilyen nagy ívbe kell mennünk, az komoly. 9 looters. Azt még legyakjuk útközbe. És mehet a mehet. 9 looters. Warriors! Soldiers! Move! Forward! Shield wall! Make a shield wall! Full alá csaptam. Egyiket sem találom, mert figyeld! Jó van. Kicsit azért legyepáltak, meg szerintem az ilyet is kaptam szépen. Done. Ja, nem is figyeltem, miben fejlődtem, de talán valamiben fejlődtem. Nem kellenek a prisonerek, azt nem tudom, hogy pénzt kaptunk. Pénzünk az még bőven, majdnem két üzét is létre tudunk hozni ilyen bizniszt. Akár. Ide benézünk. Nem. Ide is benézünk, ezek útbeeső dolgok. Nincs, és akkor Pravend az már közel van. Még ide is. Bekukkantunk. Ezekben meg mindenképp el akarok menni Pravendbe, és megnézzük a sörfőzdét, az még ma belefér. Hoppa, egy kis Sea Raiders, ezek elég kemények egyébként. Itt van egy agyon csapkodott. Ezek kiváltak tőlünk? Én nem tudom, mert... Ja nem, ők egy... Rotheros Party? Ezek patroloznak itt? Vagy patrolling? Jó, oké, oké. Rendben. Nem tudtam, mivel foglalkoznak. Ez nem érdekel. Helles. Nézzük már meg a Sea Raidereket, ne? Oda néz, el akarják kapni ezért. El akarják kapni a parasztokat. És el is fogják kapni, és én most segítek majd nekik. Oké. Okay. Azokat mindenképp elkapjuk, azzal nem szórakozunk, ez 25-en vannak, az nem olyan rossz csapat. Utána megyünk Pravendbe. Megvárjuk, amíg ide érnek. Archers! Archers! Move! Move! Na, engedjétek át őket. Open formation. Loose formation. Warriors. Footman. Shield wall. Make a shield wall. Horse archers. Neked elküldjük oda. Archers. Move. Move. Ezt meghagyjuk ezeknek. Warriors. Infantry. Ja, most mennek a lovasok. Oké. Charge! Horse archers, charge! Charge! Nushi! Charge! Charge! Oké. Mindenki is charge. Hoppá, ennek neki lovagoltam rendesen. De lassan megyünk itt a vizen. Nem találtam el azt a szerencsénélkülit. Mennek ám itt a nyilak. Jó, ezt lebökködtük. Azt még elcsapkodom. Azt a mindenit. Kiment. És kiment. Egy másodpercen múlott.
Polarm, polarm, polarm. Aludzsén kapott egy kis nyilacskázást. Oké, na, Sea Raidert visszük, Looter nem érdekel, vlandiai paraszt, meg egy három vlandiai recruit. Hát sem tudom, a recruitokkal foglalkozzak-e. Vannak recruitaim végül is, itt egy van. Fölvetjük őket, hát ha fejlődnek. Ott oké, hát a loot is. Oké, hát te meg... megúsztad. Add meg magadat. Nem fogsz kiállni, ugye? És kiállt. Hát nem hiszem el. Emlék is megkeresem, és személyesen szedem le. Army, hold fire! 91. Egyszerűen lovamat is megcsapkodtam. Kicsit futok hát, hogyha fejlődik a futásom. Hazafutok. Bár ilyenkor már szerintem nem számít. De egy ilyenkor a lovaglástól is néha felmegy a lovaglás. Szóval ki tudja. Polármot kaptam csak, de az is valami. Jó. 260 gold. 260 gold, meglépett az egy az összes pénzükkel, láttátok? Az igen. Megnézem ezt a Seerader csapatot. Troops és... mennyi az? Stop. Infantry mind. Ezen a szakaszon megverjük őket. Nem tudom, mivel ők még soha nem harcoltam, szerintem. Megnézzük, mit tudnak. De kicsit komolyabban is vesszük őket, bár sokan vagyunk, úgyhogy nincs olyan nagy gond. Warriors! Shield wall. Form a shield wall. Archers. Bowman. Move. Forward. Open formation. Stand apart. Horse archers. Mountain archers. Move. Move. Nushi. Infantry. Move. Forward. Fogynak, jó. Horse archers. Charge. Warriors. Move. Bevédjük az íjászainkat. Infantry, charge. Most lezongoráztam elég jól szerintem. Nem sérül senki is. Még Cseláld is kapott egy kis íjászatot, jó van. Szerintem ezektől lehet, hogy jó pénz jött, 11-en vannak, 275, én azzal elégedett vagyok. Sea Raider Warrior. Landei paraszt. Hát ja, kaptam tőlük ilyen kramáncokat is, jó lesz ez valamire. Oké, okay, menjünk be Praventbe. Küldi nincs. Aréna nincs, emberük van, a grizzly medve, aki semmi különöset nem tud, de jó ez így. Nézzük meg, hogy eladok-e valakit is. Ezekkel foglalkozzak, ezek mit tudnak egyébként, hol vannak ezek fel? Fú, elég durva ezért lesz belőle champion a végén, a Sea Raiders-ekből. Egyébként a boss az sokat ér, 100-ast. Főnök, 50-et. Sea Raider Warrior. Ezek mind elég kemények. Egyébként. Nem tudom, hogy eladjam-e őket. Még a gyalogosokat esetleg eladhatom. Ezt is eladjuk, azért azt nem, a vlandiai ezeket nem, a crossbowment sem, meg ez sem, ebből föl is, be is áll egy. Az jöhet egyből. Jó, ezeket nem bántjuk, ezek jók. Azok mehetnek, done. Oké, okay. Aztán oda is be kell majd mennem, de most első körben még itt a végén. Benézünk a városba és megkérdezzük a sörfőzdét. Mert hogy Pravend,
Grain és Hoggal megy. És a Hog az mi a tökre jó egyébként? Ezt nézzük már meg egy kicsit. Hol? Igazából nem tudom mire jó. Azt értem, hogy miért nem megy az olajnyomása izébe, mert ott kéne. Tanneri Pravendbe, van egy ilyen bejegyzésem, hogy a Tanneri az nagyon jó Pravendbe, de mire föl? A Tanneribe Heights kell, és a Heights ott mi adja? A Heights-ot a izé adja a Hog. Elképzelhető? Mert abból kettő is van. Jó. Akkor megnézzük a Tannerit. Fölülünk egy Laura, aztán bemegyünk. Erre a furárani. Itt alattunk pi. De jó néz ki ez alatt, tök jó. Ilyen érdekes színe van. Na. Keressünk valami... Nem tudom, valamit. Oliver Press, az is van itt egyébként, valahol arrafele. Az is jó lesz nekünk, oda benézünk. Na, nézzünk akkor egy ilyen mestert. Workshop. Yes. Van Tanneriük, oda néz. Jó, csináljuk meg a Tannerit. Yes. Megnézzük, hogy a Tanneri ez beválik-e. Kilépek, és megnézzük azért a... Hova bukott már le azért a másik bizniszünk. Nem, följebb ment, oda néz, vittek be olajat, lehet. 163. A Pravendbe a Tanner be fog jönni, akkor a két Hoggal. Mert a két Hog beszállítás van, ugyanúgy, ahogy Jakulánban két Olive beszállító falu van, úgyhogy annak is mennie kéne, nem is értem, hogy miért nem megy. De minden esetre ebből akár, hogyha mondjuk ebből is 160 körül lesz, az már 300, akkor nem olyan jó rossz a biznisz. És még mindig annyi pénzünk van, mint a szemét, még egyet is tudunk nyitni, csak nem tudom, hogy tudok-e még egyet nyitni. Az más kérdés, hogy tudok-e még egyet nyitni. Az nagyon jó kérdés egyébként. Azt vizsgálom még itt, hogy mi az, amit lehetne. Baltakand. Ocsalba azt mondják, hogy ott lehetne egy breweryt csinálni. Azt írja itt az okosság. Miért is? Flux, hardwood és clay. Ez lehet, hogy régi bejegyzés nekem. Bentkanok Ocshalba van clay. Igen, ott Ocshalba meg egy pottery shopot lehetne nyomatni. Mert ott van clay. Ortissába meg egy silversmith. Nem tudom, hol van Ortissa, de azt megnézzük még úgy poénból. Ez úgyis eltart még egy darabig, még ez hasznot hoz. Hol van Ortissa? Ortissa nincs is olyan bazi messze egyébként. Azt mondják, hogy itt lehetne csinálni ezért szilveres dolgokat. Adjuk csak ezt így el, leave. És ide zoomoljunk rá, hogy mik vannak itt. Na, itt vannak háborúk, kik harcolnak kikkel. Azt mondja, hogy mondjuk, ha kiírná. Ez a tábor, ez kié? Nem lehet tudni. Ortissa. Western Empire. És hozzá tartozik Arpotis, Vinela és Garengulia. A Silver Ore. Ez nem tartozik hozzá. Arpotis. Hol van Arpotis? És Vinella. Schalt. Show. Az meg Grain. Oké, hát itt van egy Silver Ore, az való igaz. Na hát itt Ortissiában lehetne egy jó kis izé bizniszt csinálni. Mi a francot? Hardwood, az is jó. Tehát... Silver.
cuccot. Itt van a clay, és ott csalnak ennyie van, ja. A hardwood mihez kell? Bobs arrow is ide, tulszokat lehet csinálni belőle, aha. Wood workshopot is lehetne abból csinálni. Mert azért összességében itthon szeretnék vállalkozni egyébként. Kár, hogy robotban a smithy nem működött. És órunk, iron ore, az nincs máshol sajnos. Sajnos az nincs másút. Jó, akkor még a pottery az még bejátszik majd ide. Ocsolba. Igen, következő részbe az még meg lesz. Sőt, lehet, hogy el kéne oda lovagolni. Most már úgyis olyan hosszú az epizód, hogy csak na. Ide el fogok vágtatni. Elvágtatunk ide. És elvileg ki fog ez még jönni a bizniszből. Lúterek, hogy futnak oda néz? Ha-ha-ha, fussál, lúter. Jó. Hát este van, este nem tudom, hogy lehet-e csinálni. Kicsit várakozunk reggelig. Úgy ránk is virrat, arénában nincs semmi. És bemegyünk egyet, megnézzük itt is az üzletet. Meg volt még egy felkiáltójel, azt majd lecsekkoljuk azért. Sose nem tudni. Itt lóvacska, semmi ló, no, no ló. Akkor gyalogfutunk. Ezzel lehet távolra lesni. Ezt nem is most véletlenül nyomtam. Shift-tel akartam gyorsan futni, és zoomoltam egyet. Arra van a smithy. Tannery. Pottery. Nincs pottery. Nincs. Leanen. Nem látok jó. Smithy arra fele van. 60 méterre akkor oda találok. Az nem vészes. Ott a tannery. Ah, az is jó. A franc vagy nem tudtam megcsinálni, az tök jó lett volna. Tök jó lett volna, ha meg tudom csinálni. A smithy trovádba. Az is lehet ám, hogy nem fog tudni újabb üzletet kötni, mert csak kettőt lehet. 14.236. Valószínűleg nincs annyi pénzem. Mondjuk ki tudom hozni, mert rengeteg eladni valóm van, úgyhogy ezt eladom, aztán visszajövök. Szerintem rengeteg eladnivalóm van. 14 ezer. Ja, nincs annyi pénzem. Nincs annyi pénzecském, de mindjárt csinálunk pénzecskét. Azt tudunk csinálni. Oké, okay, ezt is eladjuk. Ezt a kapát is nem fogunk fegyverkezni se. Eladós. Ezek ilyen dobálózós rossebek. Yes, mind eladó. 900 az már tök jó pénz. Pajzsik. Itt van három krakked, 170-es, 210-es, ezeket el is adjuk, rand shieldeket. Ranged bow, talán indokolatlan ennyi belőle, oké, okay, 5 az egyesből, ebből is, ebből 6. Jó, ez így adja. 2-es, 3-as, 2-es, 12-es ilyen süveg. Hát ezt megnézem, hogy nem el lehet a fejünkre rakni. Mondjuk ennek. Kész vagyok. Ez jó hülyén néz ki, ez így adja. Oké. Okay. Ebből van egy csomó. Akkor tudok még hülyét csinálni ebből is. Ja, ez a két szerencsétlen. Még mindig van. Akkor még... Még Cserald is kap egy ilyet. Ezek lesznek a hét törpe. Oké. Okay. Kettes. Hármas. Ez mit tud? Hármas tud egyébként. Ez is hármas, és ez valami... Ez mi egyébként nyakba való? Ó. Oh. Na, hát ezeket ad, ezt mindenkinek adunk, akinek nincs. Neked is egyet. Ennek van. Nekem sem nagyon van egyébként. Annak van. Egyébként ez mi? Ez egyes, ez meg. Ez is egyes, oké. Okay. Ez meg négyes. Jó. Lusinak jobban, mint nekem. Egyébként. Jó. Egyet ebből megtartunk szerintem. Vagy mit tudom én. Kettőt is megtarthatunk. Ez megmaradhat, nem drága. Jó, ilyen sipkát, egy hármast megtartunk. Ezeket eladjuk. Hogy? Az maradhat. Jó, ezt megtartjuk. Ez eladó.
Eladó. 3-1-1. Az is eladó. Ez is. 2-es. Az is eladó. 6-1-0. Ez nem tudom, ez mi. Kipróbáljuk rajta mondjuk. 6-1-0. Csinos. Csinoska benne. Jobban néz ki, mint a mi volt rajta egyébként. Ennél jobban néz ki. De ez mondjuk azért jobb, hogy azt el is adjuk. Ezen felbuzdulva, ha csak nem találunk neki valami helyet, ez 5-3-3. 5-3-3, mindenkinek ilyenje van. 6-1-1. 7-0-1. Jó, ezt mondjuk megtarthatjuk, ez nem olyan rossz. Ezt nem tud fölvenni, nem nagyon. Jó, szerintem ezeket elpasszoljuk, ez nem kell. Bár ez a 7-2-1, ez nem olyan rossz. Hol a csaj? Itt van. 7-2-1. Na, ezt rátesszük, ez jól néz ki. Lusinak, annak jobb van azért. Ja, oké. Ebből van még egy, de neki nem néz ki hülyén. Na, hát annyira nem. Kusina. Oké. 12-2. Nem, azt nem tudja fölvenni. Sajnos. Ez meg egyszerűbb. 6-1-1-esse kell. 5-3-3. Hát ebből egyet megtartunk, egyet meg eladunk. Vajon így, hogy tikk és tikk. Oké. 4-es. Ebből kell egy. Felső meg mehet el. Nagy. Az megmarad. 3-as, 7-es. Ezt eladjuk, az marad. Csizmi nem kell. Sem kell. 16-os csizmából van, 4 darab van. 12-esből meg egy, azt eladjuk, ebből meg megtartunk párat. Nem tudom, hogy állnak a csizmik. 11-es, ezt lecseréljük akkor egy ilyenre. Ezt eladjuk, oké, még van 2 csizmánk valakinek. 16-os, 15-ös. 16-os, 16-os, 11-es, akkor még egy 16-os ide jöhet, hogy. Jó, szerintem ő is megkapja a 16-ost így. Ezt meg félre rakjuk egyelőre. Nem, ezt is eladjuk, ezt a csizmát, ez nem kell. Meg szerintem ez se kell, ez maradhat. Jó, és akkor volt egy 16-os csizmánk, amit nem túl drágáért eladtunk, azt visszacsinálom. Ez volt az, nem? Ja, így. Oké. Done. Azt hiszem done. Fegyvert eladtuk. Most van pénzünk megint, sok nem, 16-ja. Mehetünk beadni a cuccokat. Megcsináljuk a Pottery Shopot még ebbe az epizódba. És megint oda kell futnom. Hol van a legközelebbi? Tanneri. Tanneri. 80 méter. Linen 100. Jó, oda menjünk a Tanneribe. Valahol ott van. Az a lyuk az. Oké. Okay. És akkor megcsináljuk a Potterit itt. Nocsalba. Aztán meglátjuk, melyik hoz jobban. Vagy mi hoz jobban. Igen, szeretnék egyet. Yes, és egy Potterit. Mondd, hogy van. Nincs. Linen, press, de van, fú. Ah, szuper. Akkor most elköltöttük a pénzünket, maradt egy gyenge 2000-ünk. Viszont van három workshopunk, ja 2200, úgyhogy pár kört kibírunk. De most van bőven bizniszünk. Úgyhogy figyelnünk kell a bevételeket. Az a feladatunk. Praventbe a Tanneri, Ocsalba a Potteri van, és Jakulánba pedig az olaj press, de most megint visszaesett az. 160 valamennyiről, 130-ra éppen. De remélem mindegyik hoz legalább egy 100 valahányat, és akkor legalább a azért kitermelem a
seregemet. De ez a sereg ez meg fog duplázódni, mert szeretném fölvinni maximumra, hogy hát majdnem duplájára fölvinni, 70 valány főt tudok most foglalkoztatni, és nem sokára többet fogok tudni. Mert nem vagyok már messzire a hírnévpontban, már csak 27 hírnévpontot kell összeszednem, és elérem a 3-as klán szintet, amivel egyrészt kapok majd, már is 84-es lehetne a partim, 81-es. Lehet újabb kampányont is fölvenni, aki azért lesz az orvos, most már biztos, tehát mindenképpen fölvesszük majd a dokinőt, aki segít rajtunk majd itt a gyógyításba. Na, te mi leszel? Veterán. Valaki beállna egy landián emberkét be akar állni. Gyere csak. Gyere csak. Szépen nőnek ezek is már. Ennél is egy hatalmas dárda van. Jó lesz ez. Dán. Mondjuk most nem kéne annyira költeni a pénzet, mert nem sok van, de hamar össze fogjuk magunkat szedni. Lehet, hogy elmegyünk ide a félszigetre. Hova is? Hol szoktam ezt csinálni? Mit, Ocshalnál volt ez? Vagy nem tudom, hol volt ez a... Ahol a sok-sok ezével foglalkoztam hideout-a. Itt. Ezen a részen. Itt két hideout is van. Itt rengeteg bandita van, és nem vagyunk tőle olyan bazi messze. Ott egy kicsit összekapjuk majd magunkat, lootolunk meg minden, és akkor lesz sok pénzünk újra. Jól van, oké. Ez egy nagyon hosszú epizód lett, köszönöm a figyelmet, remélem tetszett nektek, ha tetszett, lájkoljátok, én meg jövök vissza hamarosan újabb epizódokkal a Bannerlordból, és figyeljük árgus szemekkel a céheinknek az alakulását. Jól van, köszönöm a figyelmet, sziasztok!